A következő szöveg erről a linkről származik. Üdvözlök minden kedves nézőt, sziasztok, én Folzéti vagyok. És engedjétek meg, hogy egy kicsit meséljek a Shiro-ról. Új dimenziók megtörése. A Shiron a Bugatti történetének leggyorsabb, legerősebb és legexkluzívabb sorozatgyártású szupersportautója. Kifinomult dizájnja, innovatív technológiája és ikonikus, teljesítményorientált formája a művészet, a forma és a technika egyedülálló remek művévé teszi, amely minden képzeleten túlra feszegeti a határokat. A Bugatti megkülönböztető karakterét egy művész és mérnök családnak köszönheti, és mindig arra törekedett, hogy a rendkívülit, a páratlan és a legjobbat kínálja. A Shiron minden eleme a történelem és a leginnovatívabb technológia felidézésének kombinációja. Az eredmény tehát egy egyedülálló, maradandó értékű alkotás és lélegzet elállító autóipari teljesítmény. A Shiron szíve a 4 turbos 8 literes V16-os motor. Ez az egyedülálló remekmű hihetetlen 1500 lóerőt és 1600 Nm nyomatékot generál, szinte lineáris teljesítménnyel 2000 és 6000 fordulat per perc között. Négy nagy teljesítményű turbófeltöltő működik kétfokozatú vezérelt konfigurációban és meghatározza első teljesítménybajnokot. Ez most ez a rövid futam, ez ilyen időmérő futam volt. 1 perc, 28 másodperc, 434 század másodperc, a legjobb időnk. És majdnem 17-es szintűek lettünk. Következő aranyunk a Lotus Evija. A következő szöveget erről a linkről olvasom fel. Engedjétek meg, hogy meséljek egy kicsit erről az autóról. Hiperszellőztetés. A teljesen elektromos Lotus Evija hiperautó. A legerősebb autó, amely sorozatgyártásba került. A formatervezett porozítás uralja a légáramlást, hogy földön túli teljesítményt és útkezelést biztosítson. A teljesítmény és a technológia kéz a kézben járnak, a négy kerék nyomaték vektorozással, a fejlett stabilitás szabályozással és a vezetőköré tervezett korszerű digitális műszerfallal. Lotus Evija az autóipari kiválóság nyilatkozata. Mindennapi elegancia. Amennyire használható a városban, mint a pályán, az Evija mindennapi használatra készült. Amikor ilyen jól néz ki, bűn lenne nem mutogatni. Dinamikusan kivitelezett. Az elektromosság által lehetővé tett irreális teljesítmény. A fejlesztéseket az úttörő örökség éveit tették lehetővé. A brit mérnökök kovácsolták a járművezetők számára. Könnyű filozófia. Személyre szabott könnyű luxus. Mentes a feleslegestől. Figyelem a részletekre minden egyes szempontból. Ott is van az első hely, mint mindig. Időnk a következő. 1 perc, 34 másodperc, 221 század másodperc. Jöjjön a következő fenevad, a Hennessy Venom F5. A következő szöveget erről a linkről olvasom fel. Engedjétek meg, hogy egy pár szót említsek erről a fenevadról, a Hennessy Venom F5-ről. A függvény meghatározza az űrlapot. A Venom F5 külső kialakítása
az egyszerűségben rejlik. Minimális éles vonalakat ötözve sima, áramló felületekkel. Az autó funkciója az autóforma tervezett karosszériának minden részét áthatja. Karcsúságot, mozékonyságot és sebességet. Sebességre tervezve. A Venom F5 külsejét az aerodinamika formálta, és a sebességre való törekvés így tette. A hiperautó minden irányból elszántságot, célt és drámát sugároz. A formatervezett aerodinamikai csatornákkal és a C5-ös vonalakkal, amelyik a sebesség és a szándék érzetét keltik. Kézzel készített Texasban. A Venom F5 többről szól, mint a sebességről és a teljesítményről. Ez az autó kiválóan kezelhető, itt a játékon belül nem úgy jött le nekem. A minőség kivételes. Több mint 3 egyedi alkatrész van, az anyagok kiválóak. Minden méltó tisztelgés a Hennessy márka előtt. Határtalan dizájn. Minden Venom F5 egyfajta. A szépség és a fenevad elegáns modellje. A Hennessy tervező csapata szorosan együttműködik minden tulajdonossal, hogy a Venom F5 modellje illeszkedjen személyiségükhöz, miközben hű marad a márka minőség és teljesítmény iránti elkötelezettségéhez. Motorja a következő. Lóerő 1817. 6,6 literes Twin Turbo V8-as duruzsol benne. A maximum nyomatéka 1617 Nm. A maximális fordulat száma 8000 fordulat per percenként. Ott is van az első hely, mint mindig, időnk a következő 2 perc, 2 másodperc, 96 század másodperc. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, én Forzéti voltam, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, következő videóban találkozunk. Sziasztok!